Sportolj velünk családi délután program megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvodában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett Sportágakat Népszerűsítő Rendezvények Támogatása című NTP kötőjel SR kötőjel 16 kötőjel 0014 Sportolj velünk elnevezésű nyertes pályázat 2016. szeptember és 2017. június között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvodában Nemzeti Tehetségprogram keretében. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott pénzösszeg 1 millió forint. 2017. április 23-án vasárnap délután a Madarász Imre Egyesített Óvoda szervezésével megrendezésre került a Sportolj velünk családi délután. Óvodáink kiemelt nevelési területe, az óvoda pedagógusok elkötelezettsége, az egészséges életmódra nevelés, a mindennapi mozgás iránt indította el intézményünket a Nemzeti Tehetségprogram Sportágakat Népszerűsítő Rendezvények Támogatása pályázat megírására. A pályázati projekt szakmai koordinátorai, szervezői, megvalósítói Balajtiné Sütő Margit, Gyulainé Nagy Zsuzsanna és Gyökeres Éva tehetséggondozó óvoda pedagógusok. A pályázat megvalósításának helyszíne az Akácliget fürdő volt. A programhoz kapcsolódóan meghirdetésre került rajzpályázat témája a mozgással, sporttal kapcsolatosan átélt élmények, tapasztalatok megjelenítése volt. A pályamunkák értékelését az intézmény kézműves, szakmai munkaközösségének tagjai végezték. Nagyszámú alkotás érkezett, melyeken a sporttal kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat jelenítették meg a gyermekek. Az óvodás gyermekek és szüleik 12 sportággal kézilabda, röplabda, birkózás, torna, kosárlabda, úszás, kerékpározás, futball, úszás, tollaslabda, karate és az íjászat rejtelmeivel ismerkedhettek meg. A szakosztály vezetőktől, edzőktől rövid ismertetőt hallhattak, majd a fiatal sportoló közreműködésével a sportágakat minden gyermek kipróbálhatta. Dr. Vas Éva csecsemő, gyermekgyógyász szakorvos, ortopéd szakorvos a rendezvény ideje alatt szűrővizsgálatot végzett óvodás gyermekek számára. Kun Marian testnevelő, gyógytestnevelő az érdeklődő szülőknek, nagyszülőknek konzultációs előadást tartott Egységben, egészségben az ember fizikai, érzelmi, mentális és szociális síkon. Sántáni Antal Mária dietetikus szakember a táplálkozási szokásainkról tartott előadást. A résztvevők száma arra utal, hogy széles körű volt az érdeklődés programunk iránt. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Akácliget fürdőnek, a hely biztosításáért, a szakembereknek, szakosztályvezetőknek, edzőknek és fiatal sportolóknak hozzájárulásukat rendezvényünk sikerességéhez. A Sportolj velünk családi délután programnak főtámogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő Alap volt.